héten a tudományoké a főszerep a Szilágyi Erzsébet gimnáziumban, ugyanis az intézményben a napokban tartják a tudomány hetét. A részletekről Rázsi Boton Miklós intézményvezetőt és Bernát Zsoltot földrajztanárt kérdezzük. Jó estét, köszöntjük Önöket. Jó estét kívánok. Stúdióban. Akkor először is beszélgessünk arról, hogy mióta is rendeznek ilyen tematikus tudományok hetét az intézményben. Hát ez már mondhatni, több évtizedre tekint vissza az iskolába. Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőket. Ez egy, mivel a november a tudomány hónapja világszerte, mi tudomány hetét tartunk. Hát az egész hónapot nehéz lenne azért a tudománynak szentelni, bár tulajdonképpen az iskola az a tudományoknak a tanulásra, a műveléséről szól, de egy hetet kiválaszt a Szilágyi, általában ez az utolsó előtti utolsó hetek egyike, attól függ, hogy jön ki a lépés, és akkor azon a héten a gyerekek különböző előadásokat hallgathatnak külsős előadók révén. Ez a fontos. Ezek az előadások aztán tényleg a tudományoknak a legkülönfébb területeiről jönnek, tehát természettudományok, irodalomtudomány, nyelvtudomány, matematika, és most egy kicsit idén azzal is összekötöttük ezt a hetet, hogy ilyenkor van a dömpingi, a szezonja a felsőoktatási intézmények beiskolázási tájékoztatóinak is. Például holnap, illetve pénteken jön egy olyan, tehát jön a Debreceni Egyetem, akik nem csak felsőoktatási tájékoztatót tartanak, hanem hoznak órát, tanórát is a gyerekeknek. Kellemes, a rendhagyó történelmi órát fognak tartani, három témát dobtak föl, és mi ezeket mind elfogadtuk, és meg fogják tartani a gyerekeknek, a diákoknak. Le lehet azt szűrni, hogy melyik a legnépszerűbb előadás a diákok körében? Hát ezt nagyon nehéz. Ezt nagyon nehéz megmondani. Bár utólag felszoktuk mérni, hogy melyek voltak a legtetszetősebb, de mivel hogy nem mindenki részesül minden előadásba, így ez elég nehéz. De így úgy több mint 15 év távlatából azért már nagyjából sejtjük. Mert ugye alapvetően két célja van ennek a programsorozatnak. Az egyik az ismeretterjesztés, ismeretszerzés, a látókör szélesítése. Másrészt pedig a pályaválasztásuknak a segítése. Elrugaszkodunk egy kicsit a szokványos oktatási keretekből, és igazi húsvér emberekkel találkoznak a gyerekek, akik magas szinten művelik azt a tudományterületet, amit ők tanulnak az iskolában, illetve tanítjuk nekik. És sokféle programot tudunk összeválogatni, és olyan életpályákkal találkoznak, olyan munkakörökkel találkoznak, ami a pályaorientációjukat is segíti. Általában külsős előadókat hívunk, egy kézenfekvő a Bükki Nemzeti Park szakembereinek a megkeresése, az Eszterházy Károly Egyetem munkatársainak a megkeresése, akiknek ezúttal is szeretném megköszönni a munkájukat, hiszen minden évben lelkesen jönnek hozzánk, és színvonalas előadásokat tartanak, és újabban az elmúlt években igyekszünk megkeresni volt szilágyis diákokat is, akik éppen egyetemi tanulmányaikat végzik, doktori fokozatukat szerzik, vagy valamilyen cégnél kutató tevékenységet folytatnak, és egy követendő példaként állhatnak a jelenlegi szilágyis diákok elé. Így van, így van. És tényleg nagyon széles a témaválasztéknak a palettája, orvostudománytól kezdve idegen nyelveken keresztül sokféle van, és azért ilyen sokféle, mert igyekszünk a tagozataink profiljához illeszkedő témákat és előadásokat választani, így mindenki megtalálhatja azt az előadást, amit ő szeret. Legjobban. Így van. Tetszik. Miért jó lehetőség ez a gyerekek számára, hogy ugye itt most tanórán kívül is foglalkoznak a tudományokkal, nem csak így a tantárgy, tehát így nem más szemléletmódot kaphatnak a gyerekek az adott tantárgyhoz? Igen, részben igen, ugyanis hát a oktatásunk alapvetően inkább elméleti jellegű, tehát relatíve kevés gyakorlattal találkoznak a diákok, általában mindenhol, és ez jó lehetőség arra, hogy jobban belemélyedjenek egy-egy tudományterületbe, vagy lássák azt, hogy egy kémia vagy egy biológia tantárgy mögött esetleg milyen lehetőségek vannak. Szoktak ugye viccelődni azzal, hogy már 3600 nap telt el, hogy nem volt szükségem a kovalens kötés ismeretének a gyakorlati hasznosítására. Na most itt egy ilyen előadáson akár az is elhangozhat, hogy miért tanulsz biológiát, miért
miért kell az, hogy az informatikát magasabb szinten műveljed, mint ahhoz, hogy most itt meg kell tanulod a adatbázis kezelésnek a száraz szabályait. Igen, tehát leadja az anyagot gyakorlatilag, igen. Itt akkor ez egy... Tehát bármennyire is ügyesek, jók ezek a diákok, bármennyire is szakképzettek a kollégák és tapasztaltak, azért valljuk meg, a napi tanulás azért az elég fárasztó és időnként unalmas is tud lenni. Igen. Tényleg minden nap bejön, és minden nap van 5-6-7-8 órája egy diáknak, egyik napról a másikra. Igen. Azért ez tényleg eléggé megterhelő. Ha egy ilyen színes programmal találkozik, ami a tudományt egy más szemszögből mutatja be, akkor az rávilágíthat számára, hogy na igen, ezért érdemes nekem mondjuk informatikát tanulnom, vagy ezért érdemes nekem kémiát tanulnom. De akkor ez, ugye említetted az elején, hogy ez most már több évtizedes hagyomány. Hát másfél évtizednél akkor messzire. Akkor ez azt jelenti, hogy a diákoknak igényük is van erre, ugye? Tehát, hogy ebből a szemléletből is megismerjék a tudományokat. Inkább igen, tehát jól fogadják ezeket az előadásokat, élvezik, tetszik nekik, de inkább én azt úgy fogalmaznám, hogy mi teremtünk igényt számukra, tehát mi fontosnak találjuk az iskola, hogy ez így is találkozzanak a tudománnyal. Hogy én hiszek a nem formális oktatásnak az erejében, tehát hogy nem csak egy tudást nem csak a 45 percbe szorítva lehet átadni, hanem keresni kell a különböző alkalmakat. Most sajnos a jelenlegi helyzetben elég nehéz elvinni őket különböző rendezvényekre, színházba akár, vagy múzeumba, kiállításokra, tudományos ismeretterjesztő előadásokra, és ezért is van nagyobb szerep annak, hogy most helybe hozzuk. Van, amelyiket online tekintik meg a diákok, és akkor nem kell most mozogniuk, nem kell kicsit olyan nehezebb helyzetnek kitenni szervezés szempontjából, vagy a vírushelyzet szempontjából magunkat, és hát így el tudjuk érni így is ezt a célt. Pedagógusként, ezt kicsit csavarunk egyet a gondolatmeneten, pedagógusként lehet tanulni ezekből az előadásokból? Akár szemléletmódban, akár előadásmódban? Természetesen lehet tanulni. Sőt, kicsit úgy irigykedve is nézzük ezeket az előadásokat, meg inspiráló is a diákok és a tanárok számára is, hogy megpróbálunk felnőni hozzájuk az előadókhoz, meg a gyerekek is elvárják, hogy hasonlóan érdekes órákat tartsunk, ami elég nagy kihívás, megjegyzem. Ez nagyon érdekes azért, hogy pedagógusként bevallani azt, pláne úgy, hogyha mondjuk a tanítványok is nézik majd este az adást, akkor azt mondani, hogy mi is tanulhatunk még ebből a dologból. Szerintem ez egy jó pont mindig a pedagógus számára. Ma már ez közhely, hogy élethosszig, életfogytig kell tanulni, igen, a pedagógusnak igen, különösen. Igen, így van, így van. Milyen gyakran szerveznek egyébként az intézményben tematikus heteket? A tudományhete az minden évben így novemberben van, de egyébként mi tényleg minden alkalmat megragadunk arra, hogy egyrészt kivigyük a diákokat az iskola falaink kívülre. Legutoljára például a Petőfi Irodalmi Múzeumban jártak diákjaink, és nagyon-nagyon tetszett nekik az előadás, az a múzeum pedagógiai foglalkozás, amivel nagyon közel tudta az előadó hozzájuk hozni, azt hiszem éppen Kosztolányi volt terítéken. De hát más ilyen rendezvényeket is, például az Arany János tehetséggondozó programunknak minden hónapban van egy úgynevezett bennmaradós hétvége, amikor a diákok, legyenek ők akár 9-esek vagy 12-esek, szó szerint bennmaradnak a kollégiumban hétvégére is, nem csak hétköznap, és a kollégiumi nevelők, az osztályfőnökök szerveznek számukra ilyen tartalmas foglalkozásokat, amik nem csak csapatépítésről szólnak, vagy nem csak közösségi jellegűek, tehát akár játék, vagy közös sportolás, hanem múzeumlátogatás, színházlátogatás, kiállítás megtekintése, és ez is nagyon-nagyon tudja gazdagítani az ő életüket. Nem biztos, hogy maguktól. Ez a korosztály, nagyon szeretjük őket, hiszen ők a munkánknak a középpontja, ezek a diákok, de nem biztos, hogy maguktól azért érdeklődnének, tehát meg kell számukra
teremteni a helyzetet. Ezért is mondom azt, hogy én nagyon hiszek abban, hogy nem csak a formális keretek között lehet tanulni, hanem informálisan is meg kell mindent tenni. Egyébként ebben vitatkozom magammal, meg vitatkozunk is a kollégák, mert néha túl sok is talán az, amit teszünk ennek érdekében, hogy néha a tanulás rovására megy, szó szerint, hogy már megint ez a program, már megint elmaradt az órán, mert ezek a diákok itt voltak, ott voltak, stb. Ez igaz, ez teljesen igaz, mert a törzsanyaggal meg haladni kellene, a jegyet kellene adni a diákoknak, mert mégiscsak a jegy az, ami a fokmérője a tudásnak a jelenlegi oktatási rendszerben, de ugyanakkor sokszor egy ilyen iskolán kívüli rendezvény, egy kiállítás, egy színházi élmény felér 10 tanórának az anyagával. De akkor mondhatjuk azt, hogy ez a projekt szemlélet, ami azért most már ugye egyre, hogy is mondjam, elfogadottabb válik az iskolákban is, ez segíti a gyermekeknek a fejlődését? Mert ugye erről talán beszélgettünk veled is itt, hogy a mai világban azért nekik sokkal több információt kell földolgozni és befogadni, mint mondjuk a mi fiatalkorunkban nekünk, de hogy ez a projekt szemlélet ebben segíthet a gyerekeknek vagy a pedagógusoknak egyaránt? Igen, hát hiszen amikor majd kikerülnek vagy a nagybetűs, de akkor majd ezzel fognak találkozni. A dinamikus munkahelyeken, a különböző, akár multinacionális cégeknél rögtön azt várják el tőlük. Nem is a tárgyi tudásuk lesz a fontos, hanem az, hogy milyen gyorsan tudnak reagálni problémákra, mennyire kreatívak, és az, amit mondjuk, lehet, hogy lexikális tudásuk az fantasztikus, de túlságosan merev mondjuk ez a tudás. A rugalmasságot sokkal inkább az ilyen egyéb körülmények között, például mondjuk projekt szemléletű oktatással lehet el megszerezni. Akkor most vissza egy kicsit a földrajzhoz, természettudományokat. Ezen a tudományhetén milyen témakörben próbálták feldolgozni? Hát többféle témakörben. Ugye van szerencsénk az Eszterházi Károly Egyetemről, illetve a Nemzeti Parktól is hívni szakembereket, akik olyan bemutatókat tartanak, hogy látják a gyerekek, hogy az az elméleti ismeret, amit megtanulnak a négy fal között, és sokszor terhükre van ezt megtanulni, hogy azt igazából mire lehet használni. Mire lehet használni azt a lexikális ismeretet, amit meg kell tanulniuk. Nagyon érdekes kémiai kísérleteket tartottak, a Nemzeti Park munkatársai a madárvonulásról tartottak bemutatót, arról, hogy mit csinál egy hidrobiológus például. Hát kicsit úgy konkrétabb, kézzel fogható dolgokkal ismerkedtek meg a gyerekek. Az mindig izgalmas, amikor mondjuk kísérleteket láthatnak a gyerekek, én azt gondolom, és ez talán segít. Így van. Holnap a Highlights of Hungary program keretében két nagykövet, idézőjelben nagykövet jön, ők a fenntarthatóság, illetve a környezetvédelem témakörben nagykövetek, és ők például holnap arról fognak beszélni, hogy a PET-kupa nevű kezdeményezésről, ugye erről bizonyára hallottak a nézők, tehát hogy hogyan, mit kell tenni az élő vizeinek a tisztaságáért, a megtisztításáért. Egy másik előadó is a környezetvédelmi témát fog hozni, és ők akár példaképül is fognak tudni szolgálni, sőt, hát az a programnak a cél, ugye a Highlights of Hungary, ez a Magyarországnak a kiemelkedő személyiségeiről szól, és nem csak sportoló, vagy politikus, vagy színész lehet kiemelkedő személyiség, hanem az, aki mondjuk a saját területén, mondjuk a környezetvédelem, az ökotudatosságnak a területén valamilyen formabontó dolgot csinál, és megtesz mindent annak érdekében, hogy egy élhetőbb helyen éljünk. Ez is egy nagyon fontos téma. Így van, és ezzel fel tudja a diáknak a figyelmét hívni, hogy sokszor nagyon egyszerű dologgal, de nagyon, nagyon fontos dolgokat lehet tenni. És hát ugye volt múlt héten Erzsébet nap, például ehhez kapcsolódóan is voltak rendezvényeitek, ugye? Igen, múlt héten, igen, egy kis mini rendezvénysorozat, volt egy nagyon szép szavalóverseny, ami nagyon jól sikerült, nagyon szép előadásokat mondhatni, könyvfakasztó előadásokat is hallhattunk, a vers. Ugye a vers, a költészet, bár ugye József Attila mondja, hogy logika és nem tudomány, de azért mégiscsak egy olyan szelete az ember életének, amit ugyanúgy, amivel ugyanúgy találkoztatni kell a gyerekeket. És nem csak azt, hogy mikor született Adi Endre, meg mi a jambikus verselés, hanem hogy mi a költészet maga.
Kicsit emocionális. Igen, kicsit van, így van, és ez is erről szól, és tulajdonképpen az egész rendezvénysorozat erről szól, hogy kik vagyunk mi, mi a mi iskolánk, hogyan definiáljuk magunkat, kik azok a gyerekek, akik, és akkor megint kapcsolódhatunk vissza a tudományokhoz, akik bizonyos versenyeken, tanulmányi versenyeken, kihívásokon úgy teljesítenek, hogy őket is a többiek elé lehet állítani példaként. És akkor ilyenkor osztunk ki díjakat, illetve ilyenkor osztunk ki évtanára díjat, aki idén az a kolléganőnk lett, aki tavaly, hát nem tudom hány versenyre vitt el és készítette föl első helyezésig a diákjainkat. Hát biztos az egy kezem már kevés hozzá, hogy megszámoljam. Kassaini Csuti Dúráról van szó, aki egy fantasztikus kolléga, és őnek is, őt is jutalmaztuk egy ilyen évtanára díjjal, illetve Gönczi Sándor volt igazgatónk a Proszkóla díjjal, aki pedig hát ugye 17 éven át szolgálta igazgatóként a Szilágyit, és hát vitte együtt a tantestülettel nyilván sikerrel az iskolának az ügyét. Innen is gratulálunk neki. Köszönjük. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok, egy kicsit beszélhetünk erről, és biztos vagyok benne, hogy találkozni fogunk még ebben a tanévben, mert nagyon-nagyon sok izgalmas program vár majd még a gyerekekre. Köszönjük szépen. Köszönjük.